A Merkantil Bank Liga 9. fordulójában a lista vezető MTK az új Hidegkúti Nándor stadionban a Csákvár együttesét fogadta. Az első helyzetre a 18. percig kellett várni, Kovács Réti veszélyeztetett a 16-oson belülről. Mind a két csapat egy 3 gólos vereséggel hangolt erre a találkozóra. Az MTK a DVTK vendégeként 3-0-ra, míg a Csákvár hazai pályán a Gyirmót ellen 2-1-re kapott ki. Auerbachnak kellett kétszer is hárítania, először Kovács Réti kísérleténél, aztán pedig Kovács Mátyás próbálkozott, ugyanúgy, ahogy a 30. percben is, ezúttal viszont a fiatal balszélső nem találta el a csákvári kaput. 33. percben járunk, egy lefejelt labdát követően Nagy Zsombor nem tud tisztázni, aztán pedig Csenter is nem tudja kiütni a labdát, ennek köszönhetően pedig Murka Benedek megszerzi a Csákvár első találatát a mérkőzésen. Gazdag ívelte középre a labdát, és Alakszai állt olyan pozícióban, hogy Csenterics tőle nem tudta kiütni a labdát, amit aztán a fiatal kapus reklamált is. A gól azonban érvényes maradt, úgyhogy a csákváriak szerezték meg a vezetést a mérkőzésen. A 38. percben pedig növelik az előnyüket. Egy remek kiugratást követően Gazdag Vajk eredményes. Szépe és Nagy Zsombor között tudott kibújni, egy pattanás után pedig a kapuba lőtte a labdát. A 42. percben járunk, Bognár szabadrúgását Auerbach öklözi ki, aztán pedig Meggyes ismétlése a felső lécet érintve hagyta el a pályát. Az első játékrészt legvégénél járunk, kiszögletet követően pedig megszerzi a Csákvár a 3. találatát is. Karacs volt eredményes. Gazdag lepasszolta a labdát, Fejős pedig ahelyett, hogy visszapasszolta volna, rögtön középre ívelt, és neki lett igaza. Megvan a 3. találata is a Csákvárnak. Ezek már a 2. félidő jelenetei. Bognár veszélyeztethetett a 49. percben, majd az 53-ban Németh Krisztián. Az 57. percben járunk, Mezei indítja Kovács Mátyást, aki egy cselt követően visszapasszolja Bognárhoz a labdát, ő pedig nem teketúriázik, rögtön a kapu jobb oldalába lövi azt, úgyhogy megvan az MTK szépítő gólja. Az első fél időt sokkal jobban kezdte a kék-fehér együttes, ennek köszönhetően pedig meg is van az első találatuk a mérkőzésen, Kovács Mátyás ezzel a visszahúzós csellel kikaparta a gesztenyét Bognárnak, akinek innentől kezdve már nem volt olyan nehéz dolga, nagyon szépen oldotta meg a helyzetet. 69. percben járunk, előnyszabályt mutat a játékvezető, aztán pedig Tamást ugratják ki, és végül Hornyák a végállomás. Megvan a 4. találata is a Csákvárnak, Hornyák Marcel eredményes, akinek ez az első gólja ebben a bajnoki szezonban. Gazdag ugratta ki a csapattársa, Tamás aztán középre passzolt, és Palincsár Martin mellett. Hornyák aztán a kapuba továbbította a labdát. A DVTK-tól érkező játékosnak ez volt az első találata ebben a szezonban. A mérkőzésen pedig több találat már nem esett, óriási meglepetés lehet a 9. fordulóban, a Csákvár mind a 3 pontot elhozta.